A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy varázslatos ifjú hölgy. Mielőtt bemutatnám, egy meglepetést tartogatunk önöknek, kedves nézőink, sőt a vendégemnek is, hiszen most ellátogattunk a Szent István művelődési házban, mégpedig 2010-et írunk. Csóri Sándort köszöntötték szülőfalujának képviselője, és persze mindenki a legenda 80. születésnapján, és egyszer csak feltűnt egy végtelenül kedves, 6 éves töpörtyű kislány, aki verset mondott. Most nézzük meg ezt a verset. Ömendik itt a ajándék, összekészítettem egy színes csomagot. Tettem bele langyos, friss, tavaszi szellőt, újjongó madárat, röndőt áremtelt, szappan buborékot, vízes és fennetet, dungó tengermalajt, vakító kék eget. Egy bászonos, puha, zöld volt a pintás, unámzom sárguló, búzamezőringes. Szirtekkel csipkézett tévigérője, mindatfátyolva bújt a virágzó réteg. Elhaló harangzó, tücsök ciripelés, aranyó napsugár, sengőcsénre is. Zörgő őszi avar, papírsárkán tánca, télmetszette, ülő gyémánt jégvirágot, őszinte öröm, ilyen tudó áll, és perecsomagoltam egy tündérvirágot, lobogó rámunkkal, őskítő árnyékot, fogad szeretettel, mint egy ajándékot. Sejtet. És már most el lehet indítani, mert hát sokkal jobb, hogyha ilyenkor kezdi el, és hozzászok is. És legyenek nagy színészeink is, ne csak költők. No, kérem szépen. Aztán ez az ifjú hölgy Csóri Sándortól kapott egy könyvet, amit lefordítom, mert talán kevéssé értették. A könyvben a költő üzenete így hangzott, hogy Farkas Eszternek, aki rögtönzött látomásomban a Nemzeti Színház deszkáin láttam. És akkor most már elárulom, hogy vendégünk pedig Farkas Eszter. Szervusz Eszter. Apropója pedig, hogy a 2022-es versünnep győztesét köszönhetjük. Gratulálok ezúton is. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus lépés volt. Ehhez persze tudnunk kell azt is, hogy mi vezetett eddig az indítatást, hiszen azt is tudjuk, hogy a nővéred is indult már a versünnepeken, de most mi elsősorban, sőt remekül szerepelt, elsősorban a te indítatásodat kérdezem. Melyik volt az a pillanat, amikor ezt a kis töpörtyű lány végleg eldöntötte magában, hogy verseket fog mondani? Hát nekem az egész életemet végig kísérték a versek. Ennek a fő oka szerintem anyukám volt, aki elindított ezen az úton. A versünnep jelentkezés egy nagyobb hullámvölgy után jött. Éppen nem voltam a legjobb
időszakomban, és nagyon durván belesültem két versbe is egy iskolai versmondó versenyen, és én ott azt mondtam, hogy én soha többet nem fogok verset mondani. És a versenynap jelentkezés 2019-ben annyi volt, hogy anyukám, egyszer mentünk haza kocsival, és ő mondta, hogy ő neki milyen jó lesne, hogyha én is jelentkeznék, meg a nővérem is. Én meg éppen nagyon jó kedvemben voltam, és mondtam, hogy jó, oké, hát akkor jelentkezzünk. Így is történt. De mielőtt erről beszélgetünk, hiszen zsűritagként természetesen végigkísértem, ha úgy tetszik, a versünnepes versmondó pályafutásodat, de már általános iskolában is versmondó voltál, hiszen azt láttuk itt, hogy 6 esztendősen már gyönyörűen mondtad. Igen, én minden évben megpróbáltattam magam egy különböző versmondó versenyeken, és én nagyon élveztem mindegyiket. Akkor nem nagyon értem el eredményeket, ez szerintem így a gimnázium évekre érett így be. Édesanyád segített ebben nyilván. A versválasztás fontos volt számodra? Melyek voltak azok a költők, akikkel az első pillanattól kezdve megismerkedtél? Nekem a versválasztásban mindig volt segítségem. Először édesanyám, utána pedig Ferenczi Noémi tanárnő, aki engem ő mentorált, úgyhogy általában a versválasztások is nekik volt köszönhető, így közös megegyezés, vagy ők ajánlottak valamit, én elolvastam és megtetszett. Úgyhogy így kifejezetten kedvenc költő, vagy akit így először olvastam, nem nagyon volt. Én mindig azokat a verseket olvastam, amiket így ajánlottak, hogy akár elmondhatnám. Melyek voltak, ugye egyenes utat vezetett a Ciszterci Szent István gimnáziumban, melyek volt, és ott feltűnt a tehetséged nyilvánvaló. Ferenczi Noéminek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, hiszen ő azok közé, a pedagógusok közé tartozik, aki maximálisan gondozza a tehetséges, kultúrára éhes fiatalokat, és azt hiszem, hogy ezt bizonyítja a Fehér Holló diák színpadtól kezdve nagyon sok minden, és ti is természetesen, hiszen azt azért tegyük hozzá, hogy egy-két tradicionális középiskola mellett a Ciszter az, akiknek a diákjai mindig remekül szerepelnek ezeken a versenyeken, tehát ehhez azért nyilván kell tanár is. A 2019-re visszatérünk, már ott is megmutattad az oroszlán körmeidet, ha úgy tetszik, hiszen azért ez volt az utolsó teljes versünnep, ha visszaemlékezünk rá, és eljutottál a csíkcsomortáni verstáborba is, a székelyföldi verstáborba, Sándor verstáborba. Mi az, amit tapasztalatként ott gyűjtöttél, hiszen az egy teljesen más millió. Én azt hiszem, hogy kinyílik a fiatal, remek tanárok vannak, hiszen Kubik Anna, Ráckevei Anna, Ruboldödön, ott a Misztrál és a többiek, hadd ne mondjam. Azt hiszem, hogy ez így kerek az a világ. Igen, ez egy olyan lelki és szakmai feltöltődés is egyben. Az esti programok, pont nemrég olvastam vissza, hogy milyen programokon vettünk részt, így a 10 nap alatt. És tényleg mindegyik program annyira nekünk szólt, és ki volt találva, és mindegyiket élveztük. És a közös éneklések, a közös versmondások, a beszédórák, mindegyik rengeteg tudást adnak, és közben a lelki része is annyira, úgy kiteljesedik ott az ember. Igen, ezt tapasztalom én magam is esztendők óta. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az, hogy a nővéred valamilyen szinten ugyanott végzett, ahol te, és sajnos ő a döntőben nem tudott elindulni, hiszen a döntő 2020-ban elmaradt a koronavírus járvány okán. Az fontos, hogy ti ketten együtt indultatok? Szerintem anyukámnak fontos volt. Mi sajnos így döntőben nem kerültünk be együtt, mivel 2020-ban én sajnos nem tudtam indulni a versenyen. Igen. Te nem indultál, viszont Ágnes bejutott. Igen. Úgyhogy mi egyszerre pont nem voltunk döntősök. Ugye tábor nekik nem volt, de én nem is mentem volna, mert nem indultam abban az évben, úgyhogy nekünk ez így közösen kimaradt. De biztos jó élmény lett volna. Egy kicsit beszéljünk Csóri Sándorról, hiszen zámai lány vagy. Én most az elődöntőn elmondtam neked, amikor is a Markó Béla ajakkerekítést mondtad, hogy bizonyosan büszke lenne rá Csóri Sándor, akkor már én tudtam ugyan, hogy Csóri Sándorral te már találkoztál személyesen is, és Csanádit is hozzátettem, hiszen nagyon-nagyon fontos. Fontos neked egyébként, hogy Csóri Sándor zámai szülötte Csanádival? Tehát figyeltek arra,
az ünnepeken, hogy megünnepeljétek, köszöntsétek őket? Én általános iskolában a tanulmányaim első 4 évét, azt ott Számolyon végeztem, a Csanádi Imre általános iskolában, úgyhogy ott természetesen mindig voltak ilyen emléknapok, amikor kimentünk a szülőházakhoz. Engem sokáig elszomorított egy picit, hogy Csóri Sándornak a ház, ahol élt, az nincs annyira karbantartva, mint mondjuk Csanádé, de nagyon örülök, hogy most már van egy emléktábla ott, ahol lehet koszorúzni. Úgyhogy. És már van Csóri Sándor társaság is, Bakonyi István vezetésével, azt hiszem, hogy ez nagyon jó. Akkor egy kicsit vonjunk párhuzamot, hiszen aki közel áll hozzád, az nyilván tudja, a barátaid az iskolában, és azt hiszem, hogy akik a népi kultúrával foglalkoznak, hogy rendkívül tehetséges népdalénekes vagy. Ez hogy kezdődött? Hát nálam a népdal éneklés az a néptánccal kezdődött. Engem 4 évesen beirattak néptáncolni, és én sokáig nem foglalkoztam az énekléssel tanárral, hanem csak amit így táncon magamba szívtam, és amikor gimnáziumba kerültem, akkor ott az énektanárok mindig készítettek fel minket népdaléneklési versenyekre. És én így kerültem a zeneiskolába, hogy egy népdaléneklési verseny keretein belül megismerkedtem Bakler Anna nénivel, aki így a szárnyai alá vett, és azóta ő tanít engem énekelni, és azóta volt szerencsém hangképzésre is járni Palóc Rékához, és nagyon sokat fejlődtem ebben az elmúlt 3 évben. Igen, annál is inkább én ezt tudom, tekintve, hogy Bakler Anna a húgom, és gyakorta beszélgettünk rólad, hiszen azért csak-csak szóba kerül a kultúra másik ága is, tehát nem csak a versmondó verseknek kapcsán váltunk szót egymással, hanem a fiatal tehetségek kapcsán ő azt mondta, hogy kiugróan tehetséges vagy. És ennek tükrében, mielőtt még visszatérnénk a versünnephez, a jövődről kérdeznélek, hiszen aki a kultúra ennyi szeletét ilyen magas szinten műveli, annak nyilván van elképzelése a jövőről is. Tehát itt kérdezlek azért, mert hogy édesanyád majd fog segíteni a választásban, vagy már kikristályosodott benned? Én nagyon szeretnék az előadó művészettel foglalkozni, és ez egy nagyon nehéz és bonyolult út, mire bejárja az ember ezt az utat, és rengeteg akadályba ütközik. Úgyhogy ezért képlékeny még nálam ez a továbbtanulás dolog. Én nem mindenképpen szeretnék így az előadó művészetben maradni, mert nekem ez fontos. Nekünk is fontos. Kicsit beszéljünk még Ferenczi Noémiről. Mit lehet tőle megtanulni? Hiszen nagyon fontos, hogy van egy olyan támaszod a középiskolában, akire számíthatsz minden körülmények között. Noémi nénire, vagy Nonó nénire, rengeteg mindenben lehet számítani. Nem csak szakmai segítség, nem csak a verset választja ki nekem, vagy segít kiválasztani, hanem felkészít, és hogyha lelkileg látja, hogy nem vagyok rendben, akkor beszélgetünk róla. Nagyon próbál így egyenesben tartani, és tényleg ő az, aki bármilyen nehézségem volt, hozzá tudtam fordulni, nagyon-nagyon őszinte, és ezzel segít a legtöbbet. Tényleg a legnagyobb segítségem szerintem. Ez nagyon fontos, amit mondasz, annál is inkább, hiszen ha van egy támasz, akihez fordulhatsz, akkor az kiemelten fontos egy ifjú hölgy életében, mondom én. És pontosan ezért kérdeznélek, nagy meglepetést okoztál, hiszen nem nagyon hallunk mostanság kortárs verseket, nem tudom az okát, de te egy kortárs verset hoztál nekünk, és hát leborultunk, nem csak én, Kubik Annával arról beszélgettünk, hogy talán itt lenne az ideje a kortársat sokkal jobban megbecsülni, mert az fantasztikus volt. Ez hogy sikerült ezt a verset kiválasztanatok? Én az elmúlt időben rengeteg verset tanultam, és ez a vers is közte volt, úgyhogy lényegében ez már így a tarsolyomba volt, és csak ki kellett választani, hogy egész pontosan melyik vers legyen. És ebben is Noémi néni segített nekem. Azt mondta, hogy ő ugye egy erdélyi magyar,
úgyhogy szerintem ő igazán érti, hogy miről is szól ez a vers, és neki fontos volt ez a vers, és úgy gondolta, hogy szépen mondom, és végül így választottuk ki ezt a verset. No, hát egyöntetően 10 pontot kaptál, ugye ott ez nem került nyilvánosságra az elődöntő után, de mindannyiunktól, és ez az egyértelmű volt, hogy az egyik esélyese vagy. És ilyenkor nagyon-nagyon fontos a versválasztás. Váradi Eszter Sárával készültél a döntőre. Tőle mit lehetett megtanulni? Azt nagyon is jól tudjuk, hogy a hétköznapokon, és nem csak a színházban egy rendkívül empatikus személyiség, aki odafigyel a fiatalokra. Milyen volt vele a munka? Hogy választottatok verset? Kezdjük azzal. Én a mentor sorsolásra már úgy mentem, hogy tudtam, hogy ezt a verset szeretném elmondani. Tehát Radnóti Miklós eklógáról van szó. Igen. Ugye a második eklóga pontosan. És ő ezen nagyon meglepődött, először láttam rajta. És amikor elkezdtünk közösen dolgozni, amúgy a közös munka nagyon zökkedőmentes volt, nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy ilyen szempontból nagyon, nagyon könnyű volt a felkészülés. Amikor először mentem, én vittem több verset is, amit megtanultam, de még nem mondtam versenyen, hogy mégis egy közös dolog legyen ez a versválasztás, és közte volt a második ekloga is. És elkezdtük így kiszortírozni a verseket, hogy melyik legyen, és a végén 2 maradt, az egyik a második ekloga, a másik pedig Dzsida Jenő Elárul, mert világít. És akkor az volt a feladatom, hogy aludjak rá egyet, és a következő nap én úgy éreztem, hogy ennek a versnek kell lennie, úgyhogy végül így történt a versválasztás. Nyugodt álmod volt, és jó volt a választás. Mielőtt tovább mennénk, akkor nézzük meg ezt a döntős verset, mert azt hiszem, hogy tanulságos, hogy egy fiatal mit tud kezdeni magas szinten Radnótival, hiszen ne feledjük, ez egy súlyos időszakban született vers sor, amelynek a második részét láthatjuk most. Radnóti Miklós, második ekloga. Repülő. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom? Még végül új rajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s len összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd, és holnap újra retteg, s pincébe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már, elég. Írtál-e tegnap óta? Költő. Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír. A macska miákol, s az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Mindent megírok én, akár neked. Hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres holdfénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek. A lélegzet megáll, az ég is émelyek, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Írok. Mit is tehetnék? És egy vers milyen veszélyes. Ha tudnád, egy sor is még kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska miákol, s az ebb vonít, s a kis halacska, s a többi. És te mit tudsz? Semmit. Csak hallgatod a gépet, zúg fület, hogy most nem hallatod. Ne is tagadd, barátod. És összenőtt veled. Miről gondolkodol még 100 fejünk felett? Repülő. Neves ki, félek ott fönn. S a kedvesemre vágyom.
s lehúnyva két szemem heverni lenne egy ágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam közt szűrve halkan, a kantin mélyi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s len újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem, nékem gyúrt világon. S a gépet is tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De együttemre fájunk fönn mind a ketten. De is tudod. S megírod. És nem lesz majd titok, emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz rólam? Költő. Hogyha élek, s ha lesz még majd kinek. Borzongató volt újra látni, és elárulom, hogy ez volt az ötödik olyan versünnep, amikor a győztes személye egyértelmű volt számunkra. Az első az ilyen Hajdusobor Csaba, aztán Börcsök Olivér jött, lányok közül pedig a Mart Fruzsi és a Barát Eszter győzelme. Az összes többinél azért voltak, hogy meg kellett beszélni a zsűriben, de ez egyértelmű volt. Te mit éreztél utána? Én az elején kicsit megijedtem, mert úgy éreztem, hogy próbákon az első, a repülőnek az első ilyen monológia jobban ment a próba a folyamatok alatt. És rajtam volt végig ez az érzés, úgyhogy én kicsit féltem, hogy nem azokat a visszajelzéseket fogom kapni, mint amit mondjuk amit próbán elmondtam, azután kapnék. De szerencsére ez nem így lett. Úgyhogy annak nagyon örültem, hogy végül az, amit én el akartam érni, hogy az üzenete ennek a versnek célba érjen, az megtörtént, az sikeres. Megtörtént. Észlelted a csendet? A légző mögéssel lehetett hallani? Mindenki nagyon figyelt. Egyébként Szilágyi Ákos és a Csiki versünnep gazdái szintén ott voltak, és ők is azt mondták, hogy ez számukra is egy fantasztikus élmény volt. No, akkor hát nincs más hátra, mint megkérdezzem újra, ahogyan továbbot. Azt tudjuk, hogy találkozni fogunk július 29-29-én, tehát Csíkcsomortánban mindenképpen, tehát a 23-ától 10 napon át. Készülsz rá? Hát nagyon várom, igazából így készülök rá. Őszintén elfelejtettem, hogy milyen feladatokat kaptunk, úgyhogy várom, hogy legyen egy csoport, hogy ezt leírják, hogy így fel tudjak rá készülni, így tényleg így versen, meg mindennel, amit azt tudom, hogy Tamási Áron témában fog zajlani az idei. No, hát ott mindenképpen találkozni fogunk, és emellett pedig búcsúzóul én azt kívánom, amit Csóri Sándor mondott 12 esztendeje, hogy igaza legyen a látomásának, és hogy a Nemzeti Színház deszkáin lássunk viszont, de természetesen addig még számtalanszor találkozunk. Mindenesetre még egyszer gratulálok minden vers szerető székesfehérvári és nem székesfehérvári nevében. Köszönöm szépen, hogy vagy nekünk ilyen értelemben, és hát gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Farkas Eszter volt, a 2022-es székesfehérvári versünnep győztese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő adásban, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.